Első kérdésem a stúdióban jelenlévők között, hogy van egy rajtam kívül Szigetvári? Nincs. Nincs. 1-0. De még ezen tudunk változtatni, hogy lélekben mindenki most egy kicsit Szigetvári legyen. Zsöszi Szigetvári. Zsöszi Szigetvári. Habár azt el kell, hogy mondjam, hogy egy képet kaptam, egy festményt, a akadémián volt a budapesti bemutatónk, és Vég Weber Béla megfestette engem úgy, mint utolsó szigetvári védőt. No. Mert hogy az is. Mert hogy azért van most itt a stúdióban. De ez minden esetre. Szerintem valószínűleg, hogy velem együtt nagyon sok szigetvárinak volt ez az álma, hogy egy igazi film készüljön Zrínyi Miklósról, és arról a fantasztikus, felejthetetlen történelmi tetről, amit ő a városvédő katonáival végrehajtottak. Meséljetek nekünk egy kicsit erről a filmről, amúgy a stúdióban még Kovács Nóri énekesne. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Az az igazság, hogy tulajdonképpen ezt szoktuk mondani, hogy még Dobó Istvánnak nagy szerencséje volt, mert őneki van egy egri csillaga, könyvben is és filmben is. Azt szokták mondani történészeink, és hát akik eddig látták a filmet, hogy sajnos Zrínyi Miklósnál nem ez a helyzet. Mert hogy Zrínyi Miklósról hiába tanultunk nagyon sokat, esetleg itt-ott-amott, vajmi keveset tudunk. Meg erről az egész történetről. Tehát azt ugye mondogatjuk, hogy ki rohant Zrínyi a várból, de hogy miért rohant ki, meg hol rohant ki, ezt úgy már kevesebben tudják. És mi egy ilyen szerény próbálkozást tettünk erre, hogy esetleg ezt a történetet elmeséljük. Ez egy klasszikus történelmi film, dráma? Ez egy dokumentumdráma, amiben közreműködik 500 hagyományőrző, akik tényleg azt lehet mondani, hogy vérprofi módon, akár színészi kvalitásokat is megcsillogtatva, de mindenféleképpen kaszkadőri és harcos dolgokat felmutatva, eljátsszák a történetnek azokat a fontosabb pontjait, amit ugye meg kellett mutassunk, miközben az ország jeles történészei közül öten a háttérben mesélik a történetet. Nóri, mi lesz a te szereped? Sanyi engem azzal kért fel, hogy valami zenét produkáljunk ez alá a film alá, és volt egy kedvenc dala, a keresztény, régi keresztény imádságunk, Boldog asszonyanyánk, amit valahol hallott egyszer tőlem, és így keresett meg, és én nagyon szívesen énekeltem el ezt a dalt, dúdolva is, szöveggel is, aztán más művekből is került még be a zenei aláfestés. Hogyan készült maga a dokumentum? Elmondom, hogy miért kérdezem ezt, mert ugye hát ugye tényleg szigetvári vagyok, tehát amikor az Zrínyi napok vannak, én ugye hát mindenféleképpen otthon vagyok, és ugye ezek a jelenetek, amiket most ebből a filmészetből láthatunk, én is ezt a saját szememmel láttam, ez a várjátékokhoz kapcsolódó pillanatsor volt, hogy ezen kívül milyen egyéb olyan elemeket kellett leforgatni szereplőkkel, színészekkel, amelyek ugye ennek a filmnek az alapját képezik. Igazából, jól mondod, teljesen arra tudtunk mi hagyatkozni, hogy van ez a bizonyos szeptemberi Zrínyi napok, és itt kétszer jelentünk meg a színen 2017-ben, 2018-ban, amikor dr. Hóvári János felkért bennünket arra, aki az emlékévnek volt 2016-ban az elnöke, hogy csináljunk egy dokumentumfilmet, vagy csináljunk egy filmet. Mi akkor azt mondtuk, hogy szeretnénk egy kicsiben eltérni a korábbiaktól, ott horvátok és különböző stábok forgattak. Nem egy foci meccs leközvetítést szeretnénk adni ebből a történetből, hanem hozzátenni és egy kicsit játékfilmes elemekkel ezeket a dolgokat megvalósítani. Na most természetesen azért azt el kell mondjam, hogy nagyon kevés időnk volt erre, hiszen 2017-ben 2 napot tudtunk ott forgatni ebből az 500 emberrel, és 2018-ban meg 1 napot, valamint 2 nap volt a interjúk felvételére, de az már külön Budapesten. Nóri, igen? És az az igazság, hogy kellett alkalmazkodni az adott forgatókönyvhez, és ahhoz, amit te is ott láttál, dr. Négyesi Lajos elképzelése alapján, aki egy hadtörténészi szemmel állította ezt ott a közönség elő, de ugyanakkor megpróbáltunk még plusz dolgokat hozzátenni, különben ottani sugallatokra is, beszöktünk a kazamatába ott, és ott berendeztünk dolgokat, és olyan dolgokat próbáltunk még megvalósítani, meg a harci jelenetben is, amik nincsenek benne abban a bizonyos ottani előadásban. És így egy kicsit ki tudtuk teljesíteni. Használtunk animációt is.
szerényen. Nóri egyébként az Unió felé Magyarország arca, hivatalos, kulturális arca. Rengeteget utazol külföldön, egy misszió a rengeteg fellépéssel, akár a konzulátusokon, nagykövetségeken. Mit tudnak Magyarországról? Mi az, ami nem csak közhelyes és ilyen homályos, hanem amit úgy érzel, hogy úgy tényleg értenek belőlünk? Egyre többen kezdik a magyar kultúrát felfedezni, és most már nem csak a nótákra és a cigány zenére asszociálni, hanem valóban kicsit mélyebben a hungarikumokat megismerni a külföldiek. És nekem külön öröm az, hogy én ezt terjeszthetem a nagyvilágba, és nem csak a magyarok körében, hanem tényleg a külföldiek körében is. És hát ért az a szerencse, hogy az Országimás dalt, a Repülj madarat elénekelhettem, és ez a dal szerintem az egész világot bejárta, és ezáltal egy picit betekintést engedett a magyar népi kultúrába, hiszen ehhez a készült videóimás dal az nagyon szépen bemutatja a mi értékeinket. Fontos, hogy ez a film elkészült, de fontos az is, hogy ezt a filmet hogy, milyen feltételekkel és hol lehet megnézni majd. Most éppen tegnap előtt volt az ötödik bemutatónk, Nagykanizsán kezdtünk, ott volt az ős bemutató, majd aztán mentünk Szigetvárra karácsony előtt, utána Pécset, a Zsolnai negyed Liszttermében voltunk, majd a Magyar Tudományos Akadémián mintegy 1000 ember előtt adtuk elő, és most tegnap Kaposváron, vagy tegnap előtt Kaposváron a Szivárvány Kultúrpalotában. Moziban? Na most épp ez az, hogy elkészült a mozi kópiája, ez a DCP kópia, és legközelebb az 5. Magyar Film Héten leszünk, 26-án a Corvin moziban, és vannak szervezés alatt újabb és újabb állomások, például szeptemberben Zágráb, ahova meghívást kaptunk, és vannak különböző külföldi helyszínek, Dublin, New Jersey, Los Angeles. Próbálunk mindenhova eljutni vele. Örömömre szolgált az, hogy voltunk már egy egyetemen is. Eszkömen olyan visszajelzés volt. Külföldi egyetem? Nem, vagy ez Magyarországon, Károli Gáspáron voltunk most, múlt héten. Ott nem lehet hazudni, szóval ott a diákok azok másképp közelítenek a dolgokhoz, és nagy örömöm volt, hogy végre oda is eljutottunk. Nehéz szívvel kell nekem azt mondanom, szigetváriként, hogy ezt a befejezést most... vagy ennek a beszélgetésnek itt van a vége, igen. De sajnos köszönjük, most ennyi időnk van, de gratulálunk. Köszönjük szépen.